Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, én Tóth Péter vagyok, ti pedig a munkanaplót látjátok. Ne felejtsétek, hogyha megbízható, jó, stabil munkaadót kerestek, akkor az Debrecenben az Arbeit munkaadósokban megtaláljátok a Sólyom utca 1 szám alatt. És most kezdődjön a munkanapló! Na hát, tengermély tisztelettel köszöntlek titeket, itt lesz a mai projektünk, illetve hát ennek a munkanapló résznek ez lesz az alapja, ez a tervrajz. Tulajdonképpen én most itt ebben a szobában állok, tehát ez teljesen fordítva van az, ugye, az utcafronthoz képest. Viszont a lényeg az, hogy ennek az épületnek kell a víz fűtés szerelését megcsinálni, illetve gázt, meg még néhány apróságot, szellőzést, ilyeneket, de hát esünk is neki. Nos, hát mondhatjuk azt, hogy igazi jó építkezés, tehát vadi új tégla, vadi új épület, tető már fent van, napocska süt, ma is lesz egy jó 40 fok, hál' Istennek bent azért nem olyan vészes. Ugye tipikus építkezés, ahol mindenhol van minden, tehát ajánlott a munkavédelmi bakancsnak a használata, ugye itt lesz a bejárat, lesz egy kis előtér, innen már egybe fog nyílni majd egy vendégvécé, oda egy mosdóval, ide pedig majd egy fali vécével. Ha jövünk ki, akkor lesz itt egy szoba, vagy csak egy sima radiátor lesz. Itt lesz egy óriás nagy nappali a konyhával egybeépítve, ami már csak abból a szempontból is jó, mert ide padlófűtés fog kerülni, tehát lesznek itt érdekes videók ott a sarokban, ahol a szigetelés van, oda támasztva, látszik is a lefolyócső, nos, nagyjából oda kell majd egy konyhát varázsolni. Itt lesz egy cserépkája, tehát ez alá nem fogunk padlófűtést tekerni, viszont padlófűtés az lesz az előszobában, ebben a helyiségben, ahol voltam, a vendégvécében, ezen a folyosón, valamint ugye itt a fürdőszobában, tehát ez lesz majd a leendő fürdőszoba helyiség. Illetve ezen felül még ott van két szoba, amit láthattatok a tervrajzon, meg itt van még egy, és hát gyakorlatilag ennyi a épület, ez az alaprajz, illetve hát itt még egy ilyen gardrob helyiség lesz, ahol szintén padlófűtés fog kerülni. Nos, ha pedig itt megfordulok, ebben a kis helyiségben, ez lesz a gépész helyiség, itt lesznek az osztók elhelyezve, vízszűrő, igény szerint persze, még egyőre nem beszéltük rá túl, de hát ami késik, nem múlik, illetve lesz egy hőszivattyús villanyboiler beépítve ide, itt lesz a mosógép, szárítógépnek is a kiállása, szóval fogunk itt bőven játszani, hogy minden jó legyen, de hát azért vagyunk, hogy ezeket a dolgokat szépen meg tudjuk csinálni. Na, hát akkor alapjában véve elsősorban én azzal szoktam ilyenkor kezdeni, hogy fogom a ceruzát, vízmértéket és a tervrajz alapján az adott radiátor méreteket ugyebár feljelölöm. Egyébként csak mutatnám, hogy milyen érdekes lesz a plafon a nappaliba. Hát mondhatnám azt, hogy nekem ez iszonyatosan tetszik, tehát ez így tényleg kurva jó. Kicsit olyan régies, kicsit olyan retrós hangulatú, de mégis szerintem ez a dísze lesz a háznak, pláne úgy, hogy ide tényleg egy cserépkája fog majd bekerülni. Na jó, akkor ennyit a bemutatásról, ja, ott még lesz egy spájz talán, tehát oda abszolút nem kell fűteni, meg semmit se csinálni, tehát az igazából a részünkről teljesen lényegtelen. Viszont az összes többi helyiségből dolgozunk, és akkor kezdjünk is neki! És mivel szoktunk neki kezdeni, ugye leginkább azzal, hogy ha már itt fel van jelölve a métervonal mindenhol, akkor ahhoz fogunk majd igazából egy megfelelő méreteket venni, ahhoz fogjuk beállítani az összes csapnak a kellő magasságát, illetve a radiátorokat is ehhez fogjuk hozzáállítani. Na hát kijelöltem a radiátorokat, hogy kérdéses, hogy mennyire látszik, hogy itt lesz a radiátor csatlakozásnak a közepe, és akkor egy ilyen sávban kell majd ezt szépen végig szedni, nagyjából látszik is a ceruzai jegy, de az a helyzet, hogy a kis vésőgépemmel ezt mindjárt véglegesítem, és akkor mind a négy szobai, meg a fürdőszobai törölköző szárítós radiátornak is belett állítva a helye. Ugye itt lesz az előremenő, és ott valahol azon a ponton pedig, de tudom is mutatni, itt ezen a ponton pedig a visszatérő. Na akkor vésünk! Na hát, és akkor most már is tisztelt a kép, tehát előre menő, visszatérő, és még ki is van takarítva a helyiség, mert hamarosan fogjuk a csöveket hozni, Árpi pedig éppen az osztót rakja fölfele serényen. Na és mint ahogy említettem, ugye Árpi barátom az osztót azt szépen fölpasszintotta a helyére, mi meg voltunk olyan gyorsak így, hogy nagyjából egy 2 óra alatt
le is fűztük az összes radiátorhoz a fűtést. Ugye itt az egyes számú radiátor, azért most már jobban látszik, mint ugye én ceruzajegyként a falon. Itt van a kettes számú radiátor. Megyünk tovább, akkor itt láthatjátok, hogy szépen óvatosan mennek. Igen, a víz az muszáj, mert ebben a 40 fokban gyakorlatilag már két üveggel mindenkinek elment. Itt van a hármas számú radiátor, a törölköző szárító, amit egy oldalról kötünk a lándzsaszelep miatt, ugyanis rábeszéltük a tulajdonost arra, hogy a másik oldalt legyen egy elektromos fűtőpatron, hogy gyáron is tudja alkalmazni a radiátorát. Ugye itt van még egy radiátor, ez a hármas számú szoba, ezt ugye a legrövidebb úton kötöttük le az osztóról egy fal áttöréssel, tehát feleslegesen mi sem pazarlunk csövet. Itt a seprűlapát, ami ugye minden esetben szükséges ahhoz, hogy szépen adjuk át magunk után a terepet, és itt is a törölköző szállítóval párhuzamosan jött ennek a radiátornak is a csövei, amik, mint látjátok, ugye le van rakva. Hilti szalaggal szoktuk rögzíteni, csavar dűbel segítségével. Próbáltuk már a leütős dűbelt, én azt mondom, hogy nekem annyira nem jött be, nem mindenhol jó. Úgyhogy, hogyha most valaki mondja, hogy széjjelet furkával visszigetelés, ebből van igazság, tehát ennél a résznél valóban mea culpa, de igazából 70 centivel vagyunk magasabban a lenti talajvízhez, tehát bocsánat, a lenti talajszinthez, és a talajvízszint is nagyjából egy ilyen 6 méterre van innen, tehát nem igazán valószínű, hogy itt bármiféle víz is fel fog majd jönni. Na, akkor most jön a munkának a szebbik vagy szarabbik része, kinek hogy. Én a kreatív résznek tartom a gipszelést. Na hát össze is állt a kis boszorkány konyha a gipszeléshez. Ugye kell a 16-os tágító, a rugó, gipsz természetesen, ebbe homok van, víz, egy serpenyő és egy spakni, tehát a vízmérték, vésfő és kalapács, ezek a alapszerszámok ahhoz, hogyha be akarsz állítani egy akármilyen csövet a falba, mert nagyjából ezekre van ugye szükség. Na akkor ezt a radiátort gyorsan be is építem. Na, szóval egyébként optimális esetben ugye két ember kell hozzá, ugye a rugót szépen betettem, hogy meg tudjam hajtani azt az ívet rendesen. Ugye a vésésnél is mindig arra kell ügyelni, hogy ott mélyebb legyen, hogy ez az ív ez szépen ki tudjon jönni. Hogyha itt szemből belenézünk, akkor látszanak is a magassági pont, illetve ez a középvonal, tehát ez a cső ez így gyakorlatilag most pont abban a pozícióban áll, amiben neki véglegesen is lenni kell, tehát ezt így kell idegipszelni. És akkor mutatnám a végeredményt, ugye a visszatérő az egy ponton van gipszelve, az előre menő ugye azon a ponton, ahol annak tökéletesen állni kell, ott mindenképpen gipszelni szoktuk, illetve valahol még egy helyen lent is megfogadjuk, hogy kicsit jobban tartson. Egyébként azt azért szokott olyan furcsán kinézni, mert ugye azokat a gipszeket szoktuk oda kennem, már ugye majdnem bekötött, ugye ennél a nagyjából a fele megmaradt, az bement oda, meg hát ott is, bocsánat, ott, körülbelül ott is a fele megmaradt, tehát az így igazából meg is fogadta a csövet ott középtájon. Na hát ezt még megcsinálom a maradék 4 radiátornál, aztán vége nekem is mára. Na és hát, hála drága Istennek sikerült végezzek, szóval még egyszer gyorsan megmutatnám itt a végeredményt, ugye ez a radiátor, csatlakozás is be van szépen gipszelve, az a radiátor csatlakozás is be van szépen gipszelve, és a változatosság kedvéért még ez is helyére került, és igazából mind a két csőkiállás ott van, ahol kell. Ez majd a nyomás próbánál fog még kapni ilyen kulcsos belső menetvéget, meg egy-egy próbadugót, és ugye bár itt az osztón keresztül, meg fogjuk tudni nyomatni. Hát szerintem egy ilyen 6 bárt így kipróbálunk benne, hogyha az bírja, akkor minden bír. Jó. Egyedüli egy dolog maradt el, hogyha valaki még neki hiányérzete lenne, a törölköző szárítós lándzsaszelepnek a beállítása, ugyanis az sajnos tényleg két emberes, tehát azt így egyedül olyan művészet beépíteni, hogy csak na, be lehet, csak én nem akartam elcseszni vele az időt, illetve még meg kell kérdezzük azt, hogy milyen magasságú törölköző szállítót szeretne a tulaj. Na, hát reggel 8-tól délután 3-ig, ez úgy érzem, hogy már bőven elég volt, pláne ebbe a lájtos 42 fokba. Na jó van, akkor folytatjuk a következő műveletekkel.
Nos, hát elérkezett a második nap, és ugye a fűtések megvoltak, és most már látjátok itt, hogy ez a rengeteg csővezeték. Ugye elindultunk a vízzel is, szintén osztóval, most Árpi tombol bent a kazánházba, tehát ezt még egyelőre nem mutatom. Nem igazán jó az, hogyha ilyeneket látnak az emberek, majd a végeredmény lesz a jó. És én pedig, ugye ez lesz majd a mosogatónak a csaptal beállása. És lehet, hogy ez az én hülyeségem, viszont én szeretem így beállítani a mosogatót, ugye több okból is, hogy ez lesz a mosogatónak az 50-es leállása a szifonhoz, az a 32-es majd a leendő mosogatógépnek a beállása, ott itt így van elég hely a kombinációknak a beépítésére is, illetve azon az oldalt a meleg víz. És amit látjátok, ez most egy ott még alá van téglet, az majd kikerül onnan, illetve ezek a szegek is, ezek most csak azért vannak ott, hogy azt a, ameddig ugye a gipszelés meg nem történik, addig ugye fixen álljanak a csövek. Szóval én ezzel fogok szórakozni, át meg a kazánházba csinálgat bizonyos átkötéseket. Na akkor gyorsan mutatnám, hogy a vízmérték ezt mutatja, hogyha a két dugóra van rátéve, tehát így néz ki ez az egész, ahogy ezt az előbb elmagyaráztam, ugye a piros a meleg, a kék a hideg, a középen az 50-es lefolyó a mosogatói, és egy plusz 32-es lefolyó a mosogatógéphez. Oda alulra még egy tégladarab, illetve hirti szalag lefogatással, még ugye ezt a lefolyó csövet meg kell fogatni, hogy nehogy véletlenül letapossák, de egyébként ez már így szinte tökéletes. Na hát hallhatjátok a háttérzajt, mondtam én, hogy Árpi dolgozik, közben pedig kialakult a fürdőszobának is a csövezése. Ugye itt egy mosdó lesz, kádnak a beállása, itt egy épített zuhanyzó, mint amit látjátok a 40-es bekötés már el is készül, de majd csak a betonozás környékén fogjuk beépíteni magát a folyókát. Ez a törölköző szállító, még ez vár gipszelésre, illetve itt lesz a WC, egy fali geberites WC tartály, tehát még azt beépítésre fog kerülni. És nézzétek meg, milyen gyönyörűen szanaszét égették a csövet a szigetelők, tehát ezt majd ott alul megint toldozgatni kell, illetve az egészet egy kicsit közelebb is kell vinni a falhoz, mert itt valami árulás volt. Na, viszont a fürdőszoba az tulajdonképpen teljes egészében rendben van, és én azt mondom, hogy ez is egészen jó így, ahogy van. Na és akkor most már megmutatom, hogy hova megy ez a csőrengeteg. Tehát ez lesz itt a kazánház, itt irány a fény felé. Tehát kettő darab osztót tettünk fel egyelőre. Ez a fűtési osztó, ez pedig itt a hideg-melegvizes osztó. És itt lesz a kazánház. Ide még bekerül egy falikút, ott jön be a víz. Itt lesz a kazánnak a lekötése, ugye falon kívül lekötés lesz, viszont ezeket az átkötéseket, ezeket így oldottuk meg. Ide jön majd egy hőszivattyús bojler, és annak is lesz egy hideg-meleg víz bekötése, szintén ide az osztóra felkötve, tehát hogy lehessen külön szakaszolni, hogy most a kazán csinálja meleg vizet, vagy a bojler, és itt lesz még egy mosógép leállás. Valamint ez a saját ötletünk volt, nem volt rajta a tervrajzon, de megbeszéltük, hogy itt még egy padló összefolyót azért csak szeretnénk beépíteni a rendszerbe, már csak amiatt is, hogy rengeteg vizes dolog lesz itt, és biztos azért ne okozzon meglepetést, hogyha valamiben valami gond lenne. No, hát a gipszeléssel már nagyjából készen vagyunk, hétfői nap fogunk jönni még, akkor fogjuk betenni a fali WC tartályokat, és akkor fogjuk még a nyomáspróbát is összehozni. Ez meg ugye gyakorlatilag így ebbe a magasságba végig betonozva lesz, tehát ez a keszekuszaság itt nem fog látszani alatta, viszont ugye mindennek megvan a maga helye. Na, ez igazán szép záróképp így a mai napra. Mi megyünk tovább, és folytatjuk nem sokára a WC beállításokkal. Na és hát, hogy említettem, bekerült a geberit fali WC konzol is a helyére, illetve a törölköző szárítónak is a láncsaszerep csatlakozás is bele szépen gipszelve, tehát tulajdonképpen most mi lassan át fogjuk adni a terepet a kőművesnek meg a villanyszerelőnek, és akkor térünk vissza, hogyha a padlófűtést lehet tekerni. Ez viszont már egy másik történet, vagyis ez egy másik epizód lesz. Szóval most én lezárom, köszi a figyelmet, ha tetszett, jöhet a like, a hozzászólások és a többi, és aki még nem tagja a klubnak, az pedig iratkozzon fel. Sziasztok!